Kedves nézőink! Dr. Csikai Miklós urat magánszőlőinek szüretelése közben kerestük meg, ahol tájékozottunk a 2008-as év szőlőtermesztési helyzetről, valamint a szüretelés megnehezítő munkaügyi rendeletekről. Kedves nézőink! Az előzetesen becsültnél kevesebb, de a tavainál több szőlőterem az idén Magyarországon. A korábban várt 4 millió helyett 3,5 millió hektoliter bor kerülhet az idén a pincékbe. Ennek oka a csapadékos időjárás miatt a szőlőkben elszaporodtak a növénybetegségek, jelentős pusztítást végzett a tőkéken például a lisztharmat. A jégverés is sokkal nagyobb területe és nagyobb károkat okozott az idén, mint a korábbi években. Csongorádon a tavainál 20%-kal több termés várható, ami hektáronként 50-60 mázsa szőlőt jelent. A legtöbb és legjobb termés kékszőlőből várható, amiből minőségi kékfrankos bort készítenek majd a borászok. Dr. Csikai Miklós úr, itt Csongorád Bokrocson jelentős területen termel szőlőt, meg van-e elégedve a terméssel? Én úgy gondolom, hogy az idei év a termés mennyiséget tekintve kielégítő. Ott is azokban a szőlőkben, ahol nagyon sok kézi munkával és nagyon pontos növényvédelemmel meg tudtuk védeni a szőlőket, és sajnos azt is hozzá kell mondjam, hogy igazán ott lesznek szőlők, különösen a fiatalabb ültetvényekben, ahol öntözni is lehetett, mert július második felétől olyan légköri aszály és 35 fok fölötti kánikula volt, hogy nagyon sok szőlő megállt a növekedésében. Milyen szőlői vannak, és ezeknek mi az érési sorrendjük, így a szüret mennyi ideig tart? Hát jól elhúzódik a szüret, nem a mennyisége vagy a termőterület nagysága miatt, hanem a Blauburger szőlőt azt már az elmúlt héten leszüreteltük. Ez a legkorábbi, nekem csak kék szőlőim vannak. Ma szedjük a kékfrankos szőlőket, és egy hét múlva kezdődik a Cabernet szüret, amiből nagyobb felület van. Itt Csongorád Bokroson is észre lehet venni, hogy sok szőlőültetvény ápolatlan, és nagyon sokat kivágtak. Ön hogyan látja, van ebből visszaút? Én azt látom, hogy sokkal több a kivágási igény ebben az esztendőben is, mint amire keretet és lehetőséget kaptak a hegyközségben gazdálkodók. Sajnos a szőlő az nem a legjövedelmezőbb ágazatok közé tartozik, sőt az utóbbi években egyre kevésbé a jövedelmező ágazatok közé tartozik. Nagyon nehéz ugyanis a borértékesítés. Rengeteg nagyon olcsó és nem a legjobb minőségű importbor érkezik Magyarországra, és ez meghatározza a magyar borárakat is. Visszaút, én őszintén szeretném, ha lenne. Néhány jó példa is van itt Csongrádon is, de sajnos egy kezemen meg tudom számolni azokat, akik valamilyen, azt mondanám már egybefüggő jelentős felületű szőlőt telepítettek az elmúlt 5 esztendőben, de ezek a területek még mindig nem versenyképesek azokkal a nagy szőlőtermelő országokkal, akiknek a bora, még egyszer mondom, számolatlan kamion mennyiségbe érkezik Magyarországra, Olaszországba, Franciaországba, Spanyolországba. A kézi szőlőszüret nagyon élő munkaigényes folyamat. Van-e elegendő munkaerő, jellemzője még az, hogy rokonok, barátok egy-egy jobb birka pörkölt fejébe elmennek szüretelni? Hála Istennek igen, legalábbis a mi szőlőnkbe. A mai szüreten is a szomszédaim, barátaim, családom tagjai vannak itt, csak nem kizárólag. És néhányan azok közül, akik egész évben is segítették ápolni a szőlőket. Sajnálom, hogy ennek a hagyománynak is a túlburjánzott adminisztráció kezd útjába állni, mert elmondtam más médiáknak is már, hogy hivatalosan a főorvos szomszéd barátomnak is ki kellene váltani az alkalmi munkavállalói könyvet, hogy nálam szüretelhessen. Én úgy gondolom, hogy ez egy teljes félreértése annak a törekvésnek, ami teljesen jogosan a fekete munka és a fekete gazdaság ellen van.
ha nem tudjuk úgynevezett kalákába baráttivá tenni a szüretet, nekem tényleg a legközelebbi munkatársaim és rokonaim, meg szomszédaim, barátaim vannak itt ma is velünk Bokroson, akkor valami nagyon nagy baj van. Én azt hiszem, ezeket a baráti összejöveteleket, kapcsolatokat erősíteni lenne szükség minden egyes településen és közösségre, és nem gyengíteni őket. A leszületelt szőlőt hol dolgozza fel? Én egy kis részét saját magam dolgozom föl. Van egy kis 30 négyzetméteres pincém abban. A nagyon nagy részét, 80%-át pedig az Árpád ZRT Csongrád Bor nevű KT-jébe, a csongrádi szőlőborászati üzembe dolgozzuk fel. Épp úgy leadom, mint másik sok 10 vagy 100 termelő, akiknek ez az egy esélyük van arra, hogy valaki még megvegye tőlük lehetőleg tisztességes áron a szőlőt. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm az érdeklődést.